Évekkel ezelőtt kiderült már, hogy az állami megrendelésekből meggazdagodott Fidesz közeli üzletemberek luxus jachtokat birtokolnak. Eddig három jachtról tudunk, ezek az Ártemi, a Lédi MRD, illetve a Szigel MRD. Egyik nagyobb és drágább, mint a másik. Ezek a luxus jachtok jellemzően olasz, illetve horvát és montenegrói híres üdülőhelyeken járnak, ott horgonyoznak a kikötőbe, illetve közlekednek egyikről a másikra. A jachtokon feltűnt már Mészáros Lőrinc, a gyerekei, Szélászló, illetve Homolya Robert Mávelnök például, vagy akár Jászai Gellért Forágyzsi vezér, és az egyiken a Lady MRD-n Péter külügyminiszter is. A három jaknak ugyanaz a tulajdonosa, egy máltai offshore cégen keresztül Széj László kormány közeli magyar üzletember. Neki a Duna Aszfalt nevű cége évek óta sorozatban kapja több milliárdos megbízásokat az államtól. A jaktokhoz nagyon gyakran megy Budapestről egy osztrák bejegyzésű 17 milliárd forint értékű magánrepülőgép is, az OLM, aminek ugyan a tulajdonosa nem ismert, de lefotosztuk már rajta Orbán Viktor miniszterelnököt, ahogy épp róla, illetve bizonyíthatóan használta már ezt a repülőgépet Mészáros Lőrinc és Szíj László is, tehát egyértelműen van kapcsolat a repülő és a jachtok között, amiknek ugye Szíj László a tulajdonosa. Nemrég elindítottuk a Nerd Travel nevű Twitter fiókunkat, ami figyeli a három jachtnak és az OLM magánrepülőgépnek a mozgását, és azonnal kiposztolja, hogyha valamelyik elindul valahova. Hogyha szeretnéd tudni, hogy hol van most éppen az Ártemi, a Lady MRD, a Szégel MRD nevű jacht, illetve az OLM lajsomérű repülő, akkor kövesd a NER Twitteren. Ha pedig többet szeretnél tudni ezekről a Fidesz közeli luxusjárművekről, akkor olvasd el a róluk szóló cikkeinket az átlátszon.